Köszöntöm a Veszprém Televízió hétfesti közéleti magazinjának nézőit. Az első részben Csopak polgármestere Ambrus Tibor lesz a vendégünk. Aztán bemutatjuk önöknek a Veszprém megyei kutatómentő szolgálatot, és Hirschl János lesz a vendégünk ebben a témában. Ezt tudjuk ajánlani, kezdünk is. Ambrus Tibor Csopak polgármester a vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Van-e már költségvetése a településnek? Így van, múlt héten elfogadtuk, úgyhogy én úgy gondolom, egy könnyű helyzetünk volt, hiszen nagyon szép eredményeket produkált a tavalyi év, független attól, hogy egy ilyen nehéz helyzet volt, nem csak az országban, hanem Csopakon is. Mennyi pénzből gazdálkodik Csopak egy évben? Most egy 1,6 milliárdos költségvetést fogadtunk el, és ennek a jó része azért saját bevétel, illetve adóbevétel. Ez a hasonló települések, nagyságú településekhez képest, ez mekkora összeg? Hát nem nagyon lehet összehasonlítani, hiszen azért nálunk más a költségvetés, mint mondjuk egy tiszántúli 2000-es településen. Hát én inkább a Balatonpartra gondoltam, tehát mondjuk egy Alsóshoz, Szűzfőhöz, ilyenekhez gondoltam. Nem nagyon nézegetjük, de gondolom, hogy hasonló nagyságrendűek lehetnek, bár nálunk mondjuk a szálláshelyek azok jóval kevesebbek, mint máshol, tehát a idegenforgalmi adó az kisebb, mint a környező településeken. Egy mondat erejéig lépjünk vissza 2021-re, hiszen elkészült a várva várt körforgalom az év végére, ami szerintem nagyon megkönnyítette a közlekedést. Így van, azon kevés beruházások egyik, amitől idáig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Valóban nem csak egy biztonságos, hanem egy attraktív körforgalom is. Én úgy látom, hogy főleg, hogyha tavaszra elkészül a parkosítása, illetve az installáció a körforgalom közepére. Visszatérve az idei esztendőre és az önkormányzat döntésére, volt-e valamilyen vita, hogy ez a pénz merre menjen, milyen fejlesztések irányába indul el Csopak az idén? Hát a beruházásokban mindig vita van. Az a jó. Hiszen minden képviselő próbálja a saját érdekeit védeni, a saját kis területét, saját utcáit, ami a szívéhez nőtt, vagy akár a strandot. Itt is van olyan, hogy választókerület Csapakon? Hogy a képviselőknek van egy választókerület? Hát nincs, de aki a hegyen lakik, nyilván ott a hegyi problémákat jobban látja, és azoknak a gondjait, vagy aki mondjuk többet van az üdülőtelepen, ott annak a gondjait próbálja felhozni. Én azt hiszem, hogy nagyon sok felújításunk lesz idén is, útfelújítás, de van egy pár kardinális kérdés, amiben döntenünk kellett, az pedig az, hogy van két nagy beruházás, amit szeretnénk megvalósítani. Az egyik a strandon, az üzletek fölött a tetőszerkezetet le kell bontanunk, újra kellett volna építeni, és úgy döntöttünk, hogy a meglévő tető helyett egy tetőteraszt fogunk létrehozni, ami egy 8-900 négyzetméteres napozó terasz lenne, ez bővülne a strandnak a napozó felülete is, a szolgáltatása is, hiszen egy kulturális rendezvénytérként is lehetne majd hasznosítani. A másik pedig az önkormányzat mellett megvásárolt ingatlan, amiből egy település központot szeretnék létrehozni. Tehát úgy döntöttünk, hogy a bevételeinknek a nagy részét 2022-ben ennek a két beruházásnak a megvalósítására, illetve az előkészítésére fogunk fordítani. Mennyi ebből az állami támogatás, ami voltak éppen plusz pénzt is jelentett ilyenkor? Már a költségvetésben? Igen, igen. Hát nem, hanem ezekre a felújításokra kapnak-e pénzt központi állami támogatást? Az útépítésekre néha megjelennek pályázatok, a Magyar Faluban rendszeresen szoktunk ott támogatást kapni. Ezekre a nagy beruházásokra meg csak célzott támogatást lehet majd kérni. De nyilvánvalóan a saját pénzből és a saját bevételekből is kell ezt támogatni. Ezt hát hogy ne, de ha egy település központot akarunk létrehozni, ami Csopaknak nem volt soha, hát azért nem volt, mert három kis településből állt össze, az azért egy több milliárdos beruházás. Tehát nyilván az, ami nekünk évente 2-3-400 milliós fejlesztésünket messze meghaladná, tehát azt csak kiemelt támogatásként tudnánk
tudnánk megkapni. A másikra beadtunk a Balatonparton a tetőteraszra, ott megkaptunk, ott beadunk gondoltam. Egy pályázatot, igen. Egy topos pályázatot. Van egy, még egy érdekesség ebben az évben, vagy lehet, hogy a falu programban hozzájutottak egy nagyobb területhez. Így van, nagyon-nagyon meglepődtünk, és nagyon jól esett, hiszen egy talán a nézők is tudják a Vigmonár csárdát, hogy hol van Csopakon, a 71-es mellett az alatti területről van szó. Ez régen Mogürtös Monimpexes üdülő volt, majd átvette az Országos Egészségpénztár, és aztán 12 éve nem jut hozzá senki. És a Magyar Falu programban az önkormányzat tulajdonba kapta, most folynak a birtokbaadási szerződésnek a megkötése, aláírása, és onnantól egy nagyon komoly feladat az, hogy kitaláljuk, hogy mit tudunk ezzel az ingatlannal kezdeni. Ez több mint 2 hektáros ingatlan, ugyanabban az épületben 12 éve nem mentek be, de hát nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, majd amikor birtokba vehetjük, akkor fogjuk először megtapasztalni, de olyan fejlesztési lehetőségek vannak ezen a területen, hogy itt akár egy emelt szintű idősek otthonától, egy emelt szintű szállodáig bármit el lehet itt képzelni. Nyilván valami olyat szeretnénk, aminek az önkormányzatnak a legjobban megfelel az elvárásainak. Itt ilyenkor felmerül azonnal a kérdés, hogy Ambrus Tibor polgármester úrnak melyik lenne a legkedvesebb, amit majd megszavaz a testület. Tehát, hogy miben gondolkodik ön, hogy mi lenne a legjobb Csopaknak? Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye nyilván mondhatnám azt, hogy egy szálloda, egy egész éven át nyitva tartó szálloda, hiszen nekünk nincsen ilyenünk. És lenne igény rá egyébként? Tehát, hogy meg tudna telni mondjuk egész évben? Hát nyilván, hogy a szállodának olyan vezetése lenne, meg olyan marketingese, akkor szerintem azért meg lehetne tölteni. Hát látom, más településeken azért működnek a szállodák. Nyilván most az elmúlt 2 évet azt persze, azért nem lehet alapul venni. De nálunk nem volt, és szükség lenne. Egyrészt a munkaerő felszívása miatt is, hiszen helyben dolgozhatnának a csopakiak, és ugyanezt mondtam, akár egy emelt szintű idősek otthonáról is, amire szintén nagy igény van. Szerintem Csopak az, mint település, az vonzaná az embereket, az időseket, hogy itt töltsék el az időskorukat. De mondom, ezt a következőt, szerintem ezt már majdnem a következő testület fogja eldönteni, mert nagyon-nagyon sok lehetőség áll előttünk. Csopak egyébként hány lakosú megtelt teljesen Csopak, vagy vannak olyan fejlesztések, hogy esetleg növekedhet tovább a lakosság száma? Ugye inkább olyan vendégek vannak, akiknek nyaralója van, ugye az a többség, gondolom én. Ez nagyon-nagyon kényes kérdés, mert senkit nem szeretnék megsérteni. De amikor ki szoktuk jelenteni, hogy Csopak megtelt, az igen. Nem azt jelenti, hogy nem kívánjuk, hogy bárki ide beköltözzön, hanem egyszerűen infrastruktúrálisan a bolthálózatot nézve, alkalmatlanunk a parkolóhelyeket nézve. Na de ez fejleszthető lenne? Tehát, hogyha kijelölnek valahol parcellákat, hogy akkor itt lehet, és akkor ahhoz természetesen az infrastruktúra ugyanúgy megépülne. A meglévő infrastruktúrát ugye bővíteni nem lehet, az utcáinkat nem lehet szélesíteni, nem lehet oda parkolókat beépíteni. Hát akkor megtelt Csopak, ez a lényeg. Igazából. Megtelt Csopak, de folyamatosan költöznek be emberek. A pandémia is ugye egy kicsit arra ösztökélt az embereket, hogy vidékre költözzenek. Rengeteg nyaralót átalakítottak, rengeteg apartmanházat átalakítottak, téliesítettek, és látszik az iskolai, óvodai létszámból, hogy nem csak az idősebbek költöznek le, hanem nagyon sok családos ember is, de akár Veszprémből is sokan költöztek Csopakra. Még egy mondat, bár egy kicsit még messze van, de hát az idő múlik, hogy arról beszéltünk legutóbb, amikor itt volt, hogy a színvonal tartása a fontos a strandon. De hát most akkor megint látjuk, hogy készül majd valami újdonság, ami tovább növeli majd a strand népszerűségét. Így van, megszokott jelenni a strandpályázat. Most például be se tudtuk adni, mert nincs olyan pont, amit
Minden kész van, minden működik. Gyakorlatilag igen. Én úgy látom. Volt egy pár nagyon jó dolog, így a hosszú évek távlatából látható, tehát azt, hogy az önkormányzat megvásárolta a csúszdát és ingyenesítette az óriás csúszdánkat. Az, hogy rengeteg olyan ingyenes szolgáltatás van, nem csak a gyerek légvártól, de gyermekmegőrző programokkal, ilyen strandovodának hívjuk, akár a parkoló, ami kedvelté teszi a csopakos randot, és az emelt belépő mellett is, hogyha elkezdik számogatni, akkor megfizethető. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk megint, és jó munkát kívánunk a testületnek is, és további sikereket a csopakiaknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Én is köszönöm. A most következő percekben szeretnénk megismertetni Önöket a Veszprém megyei kutatómentőszolgálat nagyon fontos munkájával. Hírsügy János, szolgálatvezető elnök a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és lépjünk vissza 2008-ig, hiszen akkor fogad meg az a gondolat, hogy ez az alapítvány létrejöjjön. Miért gondolta azt, hogy ezt meg kellene csinálni? Köszönjük mi is szépen a meghívást, illetve köszöntünk mindenkit. 2008-ban úgy indult ez a történet egész pontosan, hogy jó magam 2001 óta hivatásos tűzoltóként dolgozom. Kutyázni egészen nagyon picike gyerekkorom óta kutyáztam, és ugye innen alakult ki ez a történet, hogy ha már kutyázunk, akkor valami hasznos tevékenységet is csináljunk a kutyákkal. Így 2008-ban az akkori parancsnokunkkal megbeszélve, ő támogatta ezt a történetet, így elkezdtünk mentőkutyákat, keresőkutyákat képezni egy pesti kereső csapat segítségével. Innen Veszprémből akkor hárman álltunk neki ennek a történetnek, és gyakorlatilag így indult ez az egész dolog. Először egy személykereső kutyát képeztünk, aki romon és területeken dolgozik, tehát összedőlt épületekbe, illetve hatalmas bozótos területeket tud átnézni. És hát utána akkor elkezdtünk egy újabb kutyust tanítani, akivel pedig a tűzvizsgálatot. Tehát, hogyha leégett épületre kellene menni, szándékos gyújtogatásra van gyanú, akkor a kutyus meg tudja mutatni, illetve ki tudja szagolni az égés gyorsító anyagot. Élet- és vagyonvédelemről van szó. Meddig, hova fejlődött már ez a történet, hiszen a honlapjukon is látható, hogy legalább 10-12-en dolgoznak, és ott vannak a kutyusok is, tehát nem csak egy-két kutyus, hanem több. Így van, jelen pillanatban az alapítványnál 11 fő, aki dolgozik nálunk. Ugye nem mindenki vesz részt tevékenyen a munkába, van, aki a háttérből irányítja a történeteket, illetve segíti nekünk a papírmunkákat, ami ezzel jár ezeket a dolgokat intézni. Nekik is nagyon-nagyon fontos nekünk ez a munka, hogy ők ezt megoldják helyettünk, hiszen mi általában ilyen kétkezű emberek vagyunk, tehát mi inkább a munka részével foglalkozunk. És 9 kutyussal dolgozunk, akik mindegyik képzett, illetve nemzetközi vizsgával rendelkező kutyák. Hát ugye 2008-ban, amikor elkezdtük ezt a történetet, akkor alapszintű vizsgák voltak a kutyusainknak. Most odáig jutottunk, ugye, hogy 2 kutyával dolgoztunk, most 9 kutyussal dolgozunk, és gyakorlatilag ezek a kutyák, tehát nemzetközi szinten, ugye ez egy nemzetközi vizsga, nemzetközi szinten a legmagasabb szintű keresési feladatokat tudják ellátni, legmagasabb végzettséggel rendelkeznek, amiket nagyon fontos, hogy minden évben meg kell újítanunk. Tehát eszközparkunk is ugye jó részt bővült, hiszen ugye nem csak a személyek keresése a fontos történet nálunk, hanem ugye, amivel kell így van. Tehát ugye viharkároknál is nagyon sokszor megyünk beavatkozni, segíteni a hivatásos szerveknek a munkáját. Ugye favágásoknál veszélyes fákat tudunk eltávolítani, mikor ilyen viharkáros történetek, mint nem is olyan régen volt most, ugye, hogy több fadőlés van, és a tűzoltóság már nem bírja ezt a leterheltséget, tehát annyi a riasztásuk, akkor így az önkéntes csapatok is be tudnak segíteni, illetve vízszivatásoknál tudjuk menteni az emberek anyagi javait. Alapítványról beszélünk, amely támogatásra szorul mindig, mindenféle alapítvány, nem csak az önöké. Kik azok, akik úgy gondolják, hogy ezt támogatni kell? Így van, tehát mi is gyakorlatilag csak is és kizárólag ugye a támogatásokból tudunk létezni. Hát javarészt pályázatokból tudunk lenni, illetve van egy-két ilyen cég, aki magáénak érzi egy kicsikét is a történetet, és akkor tud minket támogatni, de előfordul többször is, hogy egy-két önkéntesen felajánl valami adományt nekünk, civil emberek, maguktól magánszemélyek, amit innen is hálásan köszönünk ezúton. Kik lehetnek tagjai ennek a mentőszolgálatnak?
Gyakorlatilag a mentőszolgálatnak mindenki, bárki tagja lehet, aki egy kicsikét is érez ilyen ügyben affinitást a történetben. Kutyásoknak kifejezetten örülünk, hiszen ugye a kutyák azok gyakorlatilag fáradnak, cserélni kell őket. És hát ugye nincs elég olyan terület, amit nem tudnánk akkor lefedni, hogyha minél több kutyával dolgozunk. Elképesztő mennyiségű ember látta a legutóbb megtalált keresett személyt, valami 58 ezerre, hogy említette. Így van. Ezért most az a kérdés, hogy melyek voltak az idei, vagyis hát eddig azok a megtalálások vagy mentések, amire büszkék igazából. Tudom, hogy mindegyikre büszkék, és fontos azoknak, akiket megmentenek, meg megvédik a vagyonukat, de azért mindig vannak legek. Hát gyakorlatilag úgy leget én nem tudnék kiemelni itt ebből a történetből, és nagyon-nagyon sokszor a keresésünk az úgy zárul, hogy ugye nincs meg a keresett személy. Tehát sajnos nagyon-nagyon sokszor a legtöbb esetben nem is ott van a keresett személy, ahol keressük. Tehát az információk is elcsúsznak a hozzátartozóktól, minden esetben próbáljuk begyűjteni az információt, vagy már nagyon későn szólnak, és eltellenek több napok az eltűnés óta, onnantól nyilván, akit keresünk, jóval messzebb fog jutni, vagy pedig tehát olyan információk vannak, hogy ő soha nem hagyja el a területet, és közben ezáltal mégis. Tehát volt már egy hétig kerestünk Zirc környékén valakit, mert hogy ő soha nem megy el erről a területről, és gyakorlatilag a Balaton másik oldalán találták meg. Akkor beszéljünk most arról, akit megtaláltak. Honnan jött az információ? Kitől jött a bejelentés? Ez az információ, ez a katasztrófa védelem ügyeletéről érkezett hozzánk, ez a bejelentés, olyan 5 óra környékeiben. És utána ugye a rendőrség is felvettük a kapcsolatot, hiszen ilyenkor ugye a rendőrség már kint van a helyszínen, és általában velük tudunk egyeztetni, hogy mi zajlott, illetve mit sikerült nekik eddig kideríteni, információk gyűjtése az ő feladatuk, gyakorlatilag ugye ők tudják ezt pontosan csinálni. Tehát 10 óra környékébe tűnt el az úriember, akit kellett, hogy keresünk. Délelőtt 10 órakor, így van. Elvileg boltba indult, hogyha jól emlékszem, de a mi szempontunkból ez ugye annyira nem is érdekes. Viszont a családja megtalálta neki később az autóját, egy ilyen földes útnál, ahol sorompó volt, és nem tudott tovább menni. Ami egy nagyon nagy hiba volt, hogy beültek az autóba és hazamentek az autóval, tehát innentől kezdve ugye a kutyust hiába szagról kellene, hogy indítsam, tehát tökéletes lett volna ott az utolsó szagminta. Innentől kezdve ugye felvettük a családdal a kapcsolatot, és akkor az eltűntnek a ruházatáról próbáltunk mi ugye szagmintát gyűjteni, ami... Szeretem az ilyen helyeken így elmondani, mert minél több emberhez eljut, annál fontosabb, hogy azok a szagminták, amit valaki összecsomagol és odaad valakinek, az nekünk már nem lesz jó kutyaindításra, mert rajta van mindenkinek a szaga. Tehát ilyen esetben, ha bárki így jár, ne járjon így, várja meg, míg a kutyás akárki odaér, és ő gyűjtse be magának a szagmintát, és az a biztos, hogy azon az autót. És akkor hogy sikerült megtalálni az eltűnt személyt? Gyakorlatilag, ahol az autót megtalálták, itt már ugye akkor teljesen ránk sötétedett, tehát az is nehezítette a történetet, illetve nagyon szépen elkezdett esni az eső is. Ugye a szagoknak az sem tesz igazából jót, valamint ugye előtte már rengetegen keresték, tehát iszonyatosan szennyezett volt ez a terület, már mint más emberek szagával, illetve kutyáknak a szagával, jelenlétével. Gyakorlatilag onnan indítottuk el a kutyusunkat, ahonnan az autót hazavitték, és onnan a kutya 900-950 méterig követte ezt a nyomot, majd ott pedig megtaláltuk az eltűnt szemét. De holtan vagy él? Sajnos holtan, tehát nem tudtunk már rajta segíteni. És azt lehetett tudni, hogy azért halt meg, mert eltűnt és későn érkezett? Nem az én tisztem, hogy erről tudjak nyilatkozni, de vélhetően én úgy érzékelem, hogy ez egy baleset volt, tehát őt baleset érte utána. És későn is lett megtalálva nyilván. Hát ugye estére, de ennél gyorsabban nem szokott menni ez a dolog. Ja, nem tehát, is azért kérdezem, hanem az időtávlata azért igen, a balesetet szenvedett. Nyilván. Van-e most valami kilátásban, hogy továbbfejlesszék ezeket az eszközöket, amivel még jobban lehet segíteni ezt a történetet? Fejleszteni folyamatosan próbálunk, ezért is keresik ugye mindig a támogatókat, tehát az folyamatos. Most jelen pillanatban 2 hőkameránk is van, amivel tudunk dolgozni. A drónunk is van, amit szintén támogatók által tudtunk beszerezni, viszont ugye a drónoknak a technikája az olyan szinten fejlődik, hogy tehát ez már teljesen egy elavult történet, tehát az akkumulátora mindene már annyira le van neki strapálódva, hogy azt szinte már nem is szoktuk használni, úgyhogy a rádióink, azok, akik most szorulnak igazából akkumulátor cserére, tehát azt kell most felfejlesztenünk. És akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ugye az autóparkunk az már annyira
annyira jól működik, úgy érzem, hogy tehát van terepjáró képességű járművünk, tudjuk a kutyáinkat szállítani, mert van hozzá megfelelő speciális utánfutónk, tudunk területen keresni, egy ilyen kis teljesen összkerekes, mindenen átmenő autóval, tehát hogyha ilyen nagyobb terület, bozótos részeket, földutakat, turistautakat kell átnézni, ezt is tudjuk használni, illetve van egy csapatszállító ilyen kis buszunk, amivel akár ilyen bevetési, irányítási pontot tudunk létrehozni. Ha azt kérdezem, hogy egy valamit én veszek ma ennek az alapítványnak, egyet mondjon, az mi lenne? Vagy hozzájárulok? Hát, hogyha így egyes történettel kellene hozzájárulni, én mindig azt szoktam mindenkinek kiemelni, hogy a leges-leges legnagyobb költség az alapítványnak az az üzemanyag. Az valami irgalmatlan költség, és nem azért, mert effektív olyan nagyon sokat tudunk menni keresni, tehát a tavalyi évben olyan 25-27 keresésünk volt, ahova tudtuk menni szemét keresni, ebben nincsenek benne a műszaki mentések. Nyilván a személykeresések azok, amik hosszabb távra történnek, viszont a kutyáknak a képzése az, amihez kell ez a rengeteg üzemanyag. Tehát a kutyusokat, hogyha képezzük... Meg esznek is. Hát esznek is, igen, de és ugye nem keveset, de az üzemanyag az mégis, tehát azt szoktuk kiemelni. Tehát két helyen nem tudunk vele tréningezni, mert megjegyzi, hol vannak a búvóhelyek, akkor tehát tréningezek vele kétszer, utána kicsit elmegyünk máshol, és akkor egy pár hónap múlva újra vissza tudunk menni. Mert megjegyzi, hol a búvóhely, és akkor először azokat ő átnézi, addig nem dolgozik. Azt nem akarom kérni, hogy mondja el az elérhetőségüket, de azt igen, hogy van egy honlapjuk, meg van Facebook oldaluk is, úgyhogy bárkinek, ha valami problémája van, akkor így van, így van. Ott bármit megtalálnak, és ott mi elérhetőek vagyunk. Úgyhogy mindent nagyon szépen köszönünk, és fogadunk szépen mindent. És János, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önök meg hát, ha jutottak olyan információhoz, amit majd ne adj Isten használni kellene. Ennyi fért a ma este, hétfő esti közérti magazinba, további kellemes televíziózást, viszontlátásra.